Az ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. Egy friss felmérés szerint a magyarok 25%-a egyáltalán nem olvas már könyveket. Az internet korában egyre nagyobb hangsúlyt kap a mesterséges intelligencia, és egyre kevesebbet a hosszú távú memória. De vajon szüksége lesz-e még lexikális tudásra a jövő emberének? Ez itt a kérdés. Kezdünk. Érkezik hozzánk Fajuna Nóra, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, aki szerint, ha változik is a tudáshoz való viszonyulás, a tudás értéke még nem feltétlenül változik. Ma a lexikális tudás akár fontosabb is, mint bármikor, de holnap talán a kreativitásunk sem kell már. Ezt már Székely Levente, az Ifjúságkutatóintézet igazgatója vallja. És velünk lesz még Pogrányi Lovas Miklós politikai gondolkodó, aki úgy látja, a tudomány feladata nem az öncélú ismerethalmozás, hanem az emberi jellem formálása. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok meghívásunkat. Tényleg fölösleges a lexikai tudás, Nóra? Szerintem nem fölösleges a lexikális tudás, a tárgyi tudás, sőt, napjainkban vannak azért olyan területek, témák, jelenségek, amik kapcsán kifejezetten fontos a tárgyi tudás is. Ami egy sokkal lényegesebb kérdés szerintem nem az, hogy szükség van a lexikális tudásra, hanem hogy ezeket hol tároljuk és hol rendszerezzük. Nem biztos, hogy a elménkben kell tárolni valamennyi tárgyi tudást, főleg úgy, hogy Folyamatosan új és új információk és tudások keletkeznek, nem csak lexikális ismeretek, hiszen tudjuk, hogy a tudásnak a, a felépítése is sokkal ő, több rétűbb, különböző tudástípusok léteznek. Ö, ami ma egy ö, jelentősebb kérdés szerintem, az, hogy azok a felületek, akár az internetre gondolunk a legegyszerűbb ö, példa, az alkalmas-e? a tudásnak a rendszerezésére is arra, hogy ezeket okosan tudjuk használni, vagy szimplán csak a tárolásra? Levente, kérdés ugyanez. Talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban. Mondok egy példát, és szerintem ebből lehet majd jól megérteni. A, azzal, hogy ott van számunkra az olyan eszköz, mint a ChatGPT, ugye, amivel gyakorlatilag bármilyen szöveget tudunk generálni, ez nekünk egyetemi oktatóknak egy komoly fejtörést okoz, azt hiszem, mindenhol a világon, hiszen vége van annak a történetnek, hogy én a hallgatóimnak kiadom feladatként, hogy tessék megírni egy eszét. Ezzel szembesültem gyakorlatilag a, az előző fél évben, hogy, hogy ennek így nincs értelme. Tehát mit csináltam? Zéhát t irattam velük, benne a teremben írták, tehát nem moodle és egyéb rendszereken keresztül, és tárgyi tudást, lexikális ismereteket kértem tőlük számon. Sőt, volt szóbeli vizsga is, ott is ezt kértem számon. Tehát azt gondolom, hogy, a, hogy nagyon fontos, tehát hogyan másképpen tudnám ellenőrizni azt, hogy, hogy azt a tudást sikerült-e fölszedni, sikerült -e nekem átadni, amit szerettem volna, hát csak úgy, hogyha egyébként ott személyében van jelen, és ott tudunk beszélgetni, mert most már ugye ott is komoly problémáink lesznek, hogyha például kamerán keresztül valamilyen ilyen módon próbálom őt vizsgáztatni, hogyha elég ügyes, akkor deepfake megoldja, hogy, hogy úgy tűnjön, mintha ő ülne ott, és elég egy olyan személynek ott ülni, aki éppen ebben a, a tárgyban rendelkezik a, a, az adott tudással, hogy engem átverjen. Tehát nagyon szükség van rád. Az, hogy holnap vagy holnap után szükség lesz -e egyáltalán nem csak a tárgyi tudásra, hanem az emberi kreativitásra, az egy másik kérdés. Miklós? Ez a tárgyi tudás versus kreativitás, ez az egyike a legelcsépeltebb hamis dilemmáknak. De egyszerűen napi szinten jön velük szembe, de ettől még beláthatjuk, hogy igazából nincs értelme ezt a két dolgot szembeállítani egymással. De miért? Azért, mert a kreativitás az soha nem a légüres térben érvényesül. Csak Isten tud kreáció ex nihilo létrehozni dolgokat, mi emberek mindig abból tudunk építkezni, ami számukra adott. Tehát a tudás csak úgy tud a fejünkben kialakulni, hogyha van miből építkeznünk. Ezeket a tárgyi elemeket pedig, ahogy a kollégák mondták, ezeket el kell sajátítanunk az iskolában, gimnáziumban, egyetemen. Igen ám, de, de Nóra nagyon helyesen mondta, hogy ilyen hihetetlenül szükség van a nagy lexikális tudásra adott esetben, de ezt a lexikális tudásnak a tárolása, az nem feltétlenül az agyban kell, hogy történjen. Tehát gyakorlatilag a Valami a gépbe. Muszáj, muszáj az agyban is történnie, hiszen valaminek alapján meg kell ítélnünk azt, hogy az új információ, amit szeretne az agyunk felvenni, az vajon hiteles, vagy nem hiteles. Erre a figyelmemet egyébként Umberto Eco hívta föl, aki 2008-ban adotta a Le Monde-nak egy interjút, ahol azt mondta, hogy a 21. századnak a nagy kérdése az lesz, hogy meg tudjuk-e tanítani a gyerekeinket arra, hogy a hiteles forrást kiválasszák a tanuláshoz. Valóban, elsősorban arra kell őket megtanítanunk, hogy forráskritikával tudjanak élni. Tehát egyszer és mindenkor a megértsék, hogy a Wikipédia nem forrás. A Wikipédia arra sem feltétlenül jó, hogy egy évszámot leellenőrizzünk, hogy úgy van-e. Maximum arra jó, hogy megnézzük, hogy milyen fogalmak tartozhatnak egy adott tárgykörben, el tudjunk indulni, egy, egy gondolattérképet fel tudjunk rajzolni, de ezen kívül minden mást le kell ellenőriznünk. Úgyhogy a Google egyfelől a barátunk, másfelől pedig inkább azt mondanám, hogy egy mankó. Hát minden, ami ott szembe jön, arról tudni kell, hogy azt a, a jól be oldalak azok oda rangsorolják nekünk az elejére, de nem azért már azok a legjobb források, hanem azért, mert azok az oldalak így vannak beállítva. Forráskritika, nagyon fontos kifejezés. Nóra te írtál is arról, hogy, hogy gyakorlatilag az összes kövés elméletek nem csupán az alacsonyan képzett embereket tudják megfertőzni, meggyőzni, hanem magasan képzett embereket is. Nyilvánvaló itt a forráskritikának a hiánya, a teljes hiánya jelenik meg ezekben az esetekben. Ez részben részben igaz. <coughs> Amivel ö, ezt én szeretném kiegészíteni, és ez nem a internetet kell mindenért okolni, meg az új média környezetet kell mindenért okolni, meg az új kommunikációs környezetet kell mindenért okolni, de nagyon ö, fontos tényezők abban, hogy az információhoz való viszonyulás mennyire megváltozott ö, ezekben a, ökoszisztémákban. Az, hogy mi számít például hiteles forrásnak egy olyan környezetben, ahol már azt is nehezen tudjuk eldönteni, hogy amit olvasunk, az nem csak az, hogy valós vagy nem valós, hanem ez most csak egy tény vagy egy vélemény. Hol kezdődik az igazság, a valóság, hol kezdődik a hamisság, a, 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 a féligasság, ahogy Levente is említette például egy deepfake, ő esetében már ugye a szemünknek sem hihetünk. Egy ilyen környezetben jobban felerősödnek azok a, azok a pszichológiai hajlamaink, amik mentén ö, hajlamosabbak vagyunk a saját elfogultságaink alapján hitelesnek tartani például egy információforrást, illetve egy olyan környezetben, ahol ezek az információforrások ugyebár nem csak a intézmények által közvetített narratívák, információk, ö, tények, ö, adatok és egyebekből tájékozódunk, hanem mindenki részt vehet az információ vagy a látszatinformáció információ gyártásában és látszattartalom gyártásában, ott a kognitív kapacitásaink sem bírják el azt, hogy minden egyes esetben ő, utána nézzünk annak, hogy most ez a ennek a tartalomnak mi a forrása, ki a szerzője, aktuális-e még egyáltalán az a, az a hír, ami velem ő szembe jön. Az, hogy sokkal szelektívebb lesz az emberi figyelem, az emberi emlékezet, az emberi percepció, az valahol kódolva van egy ilyen környezetben. Megérzem amúgy nagyon ő, üdvözölendő egyébként az a, az az, ez az információs környezet, mert sokkal demokratikusabb az, hogy hányan, hogyan, férhetnek hozzá, mennyi információhoz, mennyire vehetnek részt nem csak passzív befogadói a tartalmaknak, hanem aktív alakítói, és ennek nagyon-nagyon sok előnye is van. Az viszont kár lenne tagadni, hogy sokkal jobban fel, felmerülnek azok a kérdések, hogy mi számít hitelesnek, mi számít egyáltalán forrásnak, és mi számít bizalomnak. Milyen forrásokban bízhatunk. És ez nem, nem csak a tényszerűségen fog múlni, hanem sok-sok olyan, pszichológiai hajlamunkon, ami abba az irányba vezet, hogy elfogultabbak leszünk a saját véleményünk irányába, az, hogy én ő neki akarok hinni, és nem neki, hiába ő mondjuk egy szakértő, ő pedig éppen csak a szomszédom. Na, hát akkor itt mégis csak erősen bólogattál ezeknél a mondatoknál, Levente, de itt azért mégiscsak a forráskritika hiánya, illetve a források abszolút szubjektíve kezelése jelenik meg ebben a dologban. Azért bólogattam nagyon, mert abban maximálisan egyetértek, hogy, hogy ez melós. Tehát ezt így, azt, hogy a velünk szembejövő információkat dekódoljuk, feldolgozzuk, összesítjük, beraktározzuk a, a saját világképünkbe, nyilván, ami ismerős egyezik az egyben könnyedben lesz igaz számunkra, mint amelyik ellenkezik az eddigi ismereteinkkel, de hogy, hogy arra egyszerűen nincsen kapacitásunk, lehetőségünk, hogy, hogy megismerjük a... a információk mögött lévő adott esetben érdekeket, a konkrét forrásokat, akár csak egy témában sem. Tehát nagyon bonyolult is lett a virág, nagyon sok információ ömlink ránk, tehát aki most nem tudom én, akár olyan kérdésekben, hogy, hogy például Európa és Kína viszony, ami viszonylag egyszerű kérdésnek tűnik így, így elsőre, de egy olyan hatalmas ablakot nyit meg, és olyan rendkívüli mennyiségű információ, egymásnak ellentmondó, egymást kiegészítő tények, vélemények, álhírek állnak össze, tehát hogy ebben a kérdésben én tudjak dönteni, sokkal egyszerűbb valamelyik már meglévő narratívát elfogadnom, vagy azt mondanom, hogy engem ez az egész nem érdekel. És szerintem itt ez, ez még egy nagyon fontos pont, hogy, hogy oké, okay, hogy sok információ van, meg oké, okay, hogy forráskritika, meg oké, okay, hogy tárgyi tudás, de egyáltalán érdekel ez minket? Na, érdekel. Na most ez azért kérdez, ez egy nagyon fontos kérdés, és ezt azért kérdezem, mert hogy amikor azt mondtam, hogy a gépekbe elkezdjük kihelyezni a tudásunkat, az nem azt jelenti, hogy mi azokat a tudások, vagy azt a tudásanyagot, amit mi megszereztünk, az belehelyezzük a gépekbe, hanem azt a tudásanyagot, amit adott esetben mások különböző rendszereken keresztül belehelyeznek ezekbe a mesterséges intelligenciákba, azt a tudásanyagot fogadjuk el. Először odaadtuk nekik a matematikai feladatokat, és megoldották helyettünk, aztán odaadtuk nekik a nyelvi feladatokat, és megoldották helyettünk. Aztán az én hallgatóim <coughs> rendszeresen beszélnek arról, hogy a beadandó dolgozatokat mesterséges intelligencia írja meg nekik, vagy alapozza meg a megírását. Tehát gyakorlatilag a a melót, ahogy mondtad, a melót kihelyeztük. Van egy nagyon izgalmas példa, el szoktam mindig mondani a hallgatóimnak is, hogy pár évvel ezelőtt járt itt a Wirednek a, az egyik szerkesztője, és elmondta azt a példát, hogy képzeljük azt el, hogy néhány évtizeddel ezelőtt, mondjuk 50 évvel ezelőtt, oda menjünk valakihez, és azt mondjuk neki, hogy képzeld el, barátom, 50 év múlva mindenkinek a zsebében ott lesz egy olyan eszköz, amivel a világ összes tudásához hozzá fog férni. Elképzelted? Na akkor most azt képzeld el, hogy a legtöbben arra fogják használni, hogy cicás képeket nézegetnek rajta. Bár Tehát, hogy a kérdés, vagy az én kérdésem az, hogy érdekele minket a tudás, meg a tárgyi tudás. Nagyon érdekes dolog az, hogy a, egy társadalom miként viszonyul a tudáshoz. Most elképzelhetetlen számunkra az, hogy a, a tudás az ne legyen egy demokratikus dolog, még az egy ilyen tömegdemokratikus dolog, mint ahogy a Levente mondta az, az előbb. Pedig ez nem volt így azért korábban. A, az ókorban például a, a tudósok nagyon féltékeny és nagyon szigorúan őrizték azt, amit ők már egyszer összegyűjtöttek. És itt nem csak az ilyen ezoterikus csoportokra kell gondolni, mint a gnosztikusok, hanem a azokra a szerzőkre is, akik ma már klasszikusnak számítanak, Platón, Arisztotelész, 77-szer meggondolták azt, hogy kit vesznek föl az akadémiára, vagy a Lükejomba, és ők választották ki a tanítványt. Ez nem úgy volt, hogy valaki oda ment a beste, ez, hogy hello, szeretnék tanulni nálad, föl sem merült. Azt választották ki tanítványnak, akik úgy gondolták, hogy mind mentálisan, mind pedig morálisan alkalmas arra, hogy a tudást magára szerezze, és azt jóra is használja. Tehát a, a, mindig zárt volt a tudomány. És ebben a, a nagyon nagy változást a kereszténység hozta meg, mégpedig a középkori egyetem. Ugye Párizs, Bolonya, aztán Szalamanka, Montpellier, ezekben a városokban jönnek létre a világ első egyetemei. És itt válik végül is a tudás egy olyan valamivé, amit egy közösség koncentrál. De hát ez persze jólét kellett, kellett, hogy legyenek fejlett városok, amelyek eltartották a a világtörténelem első igazi értelmiségjeit. Ez persze Jacques Le illetve Molnár Tamásnak a koncepciója, hogy őket nevezik visszamenőleg értelmiségének. Tehát kellett egy jólét, és kellett egy, egy olyan szemlélet, amelyik azt mondja, hogy a tudás mindenki, és a tudás ingyenes. Tehát nem Ugyanakkor kötöm... viszont nagyon kontrollált volt a tudás, és erőteljesen ideológikus. Ilyenkor ne, nem meg volt. mindent, adott esetben azért egy részét visszatartották. A... Azért Jordano Bruno esete és a többiek azért ilyen alapvetően beugranak, és ez már, már 200-300 hát ő... évvel azután, hogy megalakultak az első egyetemek. Hát a Giordano Bruno esete az egészen más, ő egy közismert szélhámos volt, tehát ő mindenkivel újat húzott, az ő ő halála az egy politikai esemény volt, egy ilyen cselszövéses esemény sorozatnak az Azért a nem biztos, hogy így gondolják. Kik? A csillagászok. Lehet, hogy nem így gondolják, de, de minden esetre a, 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 tudás megszerzése az alapvetően a középkorban vált egy nyitott dolog. Mondom, az ókorhoz képest, tehát nem a, nem a mai viszonyunkhoz képest, ma már, már persze hiperdemokratikus mindez, de az, hogy, az, hogy hozzá lehet férni, és ingyenesen hozzá lehet férni a tudáshoz, az a középkornak a, a fejleménye. Ma pedig valóban a, az a fő problémánk, ahogyan a kollégák is mondták, hogy túl könnyen jutunk hozzá információhoz. És egyszerűen nincsen elég időnk azt megtanulni, hogy hogyan válaszok meg a forrást, hogyan rangsoroljunk. Ezért a tekintélynek a szerepe az radikálisan megnőtt. Tehát tulajdonképpen az általános iskolában, gimnáziumban többé-kevésbé adott számunkra, hogy ki a tekintély az életünkben, és ki az, akitől a tudást kapjuk. Egyetemen azonban már egészen más lesz a helyzet, ott már jobban van lehetőségünk tekintélyt választani magunknak, hiszen az egyik professzor szemesebb, a másik kevésbé. Az egyik jobban elő tudja adni a benne lévő tudást, a másik sokkal kevésbé. És az ember gyakran nagyon helytelenül is de ennek alapján választ, hogy ki milyen rokonszerves, kinek milyen jó a beszédkészsége. Pedig nem biztos, hogy a legnagyobb professzor az, aki a legjobb stand-up comedit lenyomja nekem a katedrán. De mégis, már az embernek az ízlése is befolyásolja azt, hogy utána milyen irányban megy tovább, és hogyan szedi fel a tudást. Ezért ennek óriási jelentősége van. Én nagyon fontosnak tartanám hogy mindenki, aki gyerekekkel foglalkozik, fiatalokkal foglalkozik, aztán fiatal felnőttekkel foglalkozik, ezekkel a dolgokkal is találkozon, és ebben is elmélyedjen, hogyan adja át a tudásomat hogyan tegyen rokon mert egyszerűen a személyes márka építés és a tudomány olyan szinten összefonódott most arra, ami elképzelhetetlen volt a történelem korábbi szakaszaiban. Nagyon fontos két dolog jött megint elő. Ugye már korábban beszéltetek arról, hogy hogy a, az információhoz jutás az hihetetlen módon demokratizálódott azáltal, hogy gyakorlatilag a világháló bárkinek szabadon hozzáférhető. A másik dolog a, a tekintély, ami nagyon fontos eleme egyébként, nem csupán az autokratikus rendszereknek, feudalizmusnak is lehetne még sorolni, uh, hanem a demokráciának is, a demokráciáknak is. Na most itt az történik, hogy párhuzamos tekintélyek uh, növekedtek. Föl, és abban a pillanatban, amint sok-sok párhuzamos tekintély van, ezek a tekintélyek elkezdik kioltani egymást, ami automatikusan vezethet adott esetben az anarchiához. És itt jön a következő probléma, hogy vajon mennyire anarchikus az internet, illetve az az a internet által megsz megszerezhető tudás. Éppen erre szerettem volna rátérni. Az a gond ezzel a egész információs környezettel, hogy nem, én nem anarchikusnak vagy anarhi, anarchizmusnak mondanám azt, ami ami ott zajlik, hanem az, hogy a kapuőrök kikerültek a képből. Tehát a tekintélyeknek ebben az információs környezetben nincsen, nem feltétlenül van már olyan súlya, mint korábban az, hogy ez most jó vagy nem jó, vagy milyen irányba fog ezt tartani, ezt majd, ezt majd a jövő eldönti, tehát, hogy én értékelni nem szeretném ezt a jelenséget, az viszont látszik, és amit említettél is, hogy az, hogy az egyetemen hogy válasz magának tekintélyt az ember, ez itt még inkább felerősödik, mert azra fogok hallgatni, aki szimpatikusabb, aki jobban hatással tud lenni rám, aki sokkal inkább olyan dolgokat mond, ami engem érdekel, vagy amivel eleve, ő, egyetértek, nem az, nem az ő, annak fogok hitelt szavazni elsősorban, aki valamiféle tekintélyt képvisel. És ez, ő, ez az egyik, amit én kiemelnék ezzel a jelenséggel kapcsolatban, a másik, amit ő, az, hogy a tudásnak milyen, a, milyen, az értéke és hogy ennek milyen történelmi ő, alakulása volt a tudáshoz való viszonyulásban, abban azért ne felejtsük el ki, hogy a tudás egy gazdasági tényezővé is vált, az információs gazdasági tényezővé is vált. Ugye az egy jelentős társadalmi változás volt, hogy információs társadalomról beszélünk már, amiben az információnak nem csak ő eszmei értéke van, hanem az konkrétan jövedelemmé is lehet fordítani, az egy gazdasági erőforrás is. Az, hogy milyen tudás és milyen információ lesz az, ami jövedelmezőbb, abban már gazdasági érdekek is meg tudnak szólalni, vagy meg tudnak jelenni, és ez igazából csak kiegészíti azt, amiről eddig beszéltünk, hogy itt az információforrások, a tekintélyek, a tudástípusoknak milyen értéke van napjainkban, ez ez, ez, ez számos oldalról vitatható, és számos oldalról fog ez még változni szerintem a jövőben. Igaz az a mondás, hogy a tudás hatalom? Persze. Tehát azt az gondolom, hogy ez, ez nem, nem változott. Tehát okay. az, hogy Kinél van a tudás? Hát igen, ez a kérdés, hogy kinél van most a tudás. Mert... Hát ki a hatalom? Tessék, ki a, hat, ki hát a, ki a, a, Ugye Nóra itt említette a, a kapuőröket, hogy nekik mennyire fontos funkciójuk van, és hogy ez mennyire megváltozott. Valóban megváltozott, nem kerültek ki, de nagyon sok kapuőr lett. Tehát főleg a, a közösségi médián belül mindannyian kapuörök vagyunk, hogy ugye milyen információkat osztunk ott meg a, a, a környezetünkkel, és hát dönthetünk nagyon rosszul, és megosztatunk hülyeségeket, ami de aztán de itt akkor megint, Bocsáss meg, Levente, de itt megint visszajön a forráskritika. Persze. Egy jól megválasztott, felkészült kapuőr, aki tekintélyel is bír, adott esetben a forráskritikát testesíti meg. Hogyne. E, hogyha, e, és mivel bárki lehet, megint csak demokratikus a kapuőrség is, bárki lehet kapuőr, adott esetben a, a forráskritikát törölheti el. Sőt, törli. Ső, ső, törli is sok esetben, tehát a, a, mondok megint egy konkrét példát, és akkor így, így jobban érthető lesz. Tehát, hogyha például az általam rendkívül tisztelt középiskolai tanárom szamárságot oszt meg a, a közösségi média felületen, akkor, akkor rögtön egy, egy, egy tekintély jelenik meg számomra, aki, aki megosztott valamit, tehát hogy az, az ő értékítéletében, az ő által közöltek, megosztottak igazságtartalmában, sokkal inkább fogok bízni, mint hogyha egyébként valaki olyas, valaki osztotta volna meg, akiben ez a fajta tisztelet, vagy akivel kapcsolatban ez a fajta tisztelet nincs meg. És persze kapuőrök azok a, a nagy cégek, nagy vállalatok, akik az egész online médiát uralják. Mondhatjuk, hogy náluk van a, a tudás elsősorban, hiszen, hiszen nem csak az a jellegű tudás van meg, ami, ami mondjuk egy-egy hír és egy-egy hír mögötti tudást jelent, hanem rengeteget tudnak rólunk. Rólunk tudnak a legtöbbet. Tehát ugye vannak ezek a jó kis példák, hogy hogy hány kattintás után mennyire ismertéged egy közösségi média felület. Néhányat kell kattintani, szerintem mindannyiunk megtettük már, és gyakorlatilag a családtagjainknál is jobban ismer minket a közösségi média. Tehát a tudás, a rólunk való tudásnak a jó része ott van. És akkor megjön, bejön a képbe, vagy bejönnek ezek a a nagy nyelvi modellek, amelyeknek itt szépen sorban nem csak a tárgyi tudást adjuk át, hanem átadjuk azt, ahogyan gondolkodunk, átadjuk a nyelvünket is, és az a kérdés, hogy hogy hol szabunk, ha szabunk ennek egyáltalán határt, és akkor a hatalom az ott van. Kiszabja meg ezt a határt egyébként, ez meg a másik. Tehát oké, okay, te azt mondod, hogy én ezen a ponton ö, szabok egy határt. Te ö, azért egy ö, alapvetően öntudatos, tudománytudatos, megfelelően felkészült ember vagy, mint ahogy itt mindannyian, akik velem szemben ültök. De adott esetben az, aki, aki nem feltétlenül bírja azt a fajta tudást, vagy annak töredékét sem, az, a hihetetlen módon egy megbízik a rendszerben, ezáltal Kiszolgáltatja magát teljes egészében, másrészt pedig a rendszer által adott minden választ nagyjából feltétel nélkül elfogad. És itt azért fontos ez, mert, mert itt jön be a következő az ideológia problematikája, hogy azok, akik birtokolják ezt a platformot, ezeket a platformokat, azok adott esetben befolyásolhatják a, a politikai. Társadalmi szintű szociológia, és lehetne még sorolni, milyen hozzáállásodat alapvetően az élethez? Ugye azt, nem? azt látnunk kell, hogy egyébként a bizalmunk az nagy és növekszik. Tehát nem csak arról van szó, hogy a, az, az ismereteinket átadtuk, hanem hanem kapcsolódik a technológiához egy magasfokú bizalom. Hiszen én, én ott tárolom a, a privát adataimat, a telefonszámokat, nem is tudom fejből a feleségem telefonszámát. Tehát a a, de már senki nem. Az első ja. első itt azt az, az tudom, az első telefonszámot, azt az föl tudom írni bármikor. De újabbakat már nem fogunk meg ilyeneket. Megbízunk az eszközben. De tovább megyek, megbízunk olyan alkalmazásokban, amelyek például ugye el akarok menni A pontból B pontba, jön értem egy teljesen idegen ember, egy teljesen idegen autóba, beülök, elmegyek vele és elvisz engem a, a célhoz. Ugye erről szólnak ezek a, 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 az alkalmazások. És még egy sorolhatnánk, sorolhatnánk a példákat. Tehát van egy, egy magas fokú bizalom, és ezt általában pozitív tapasztalatokkal erősítjük meg. Tehát Természetesen érkezik olyan, amikor a GPS bevezett az árokba, engem persze, de a legtöbb esetben a célhoz vezetel, Legtöbb esetben okosabb, mint én vagyok, hiszen tudja azokat a, a kerülő utakat, ki tudja számolni az érkezést, és még sorolhatnám. Tehát itt, itt a bizalom, az már, vagy egy bizalomnak a jó része az áthelyeződött. Tehát, hogy miért ne bízne meg benne valaki, hogy jó választat számára, hiszen száz esetből 995 félszer jó választ kapott eddig no, a Pénzügyi adataidat is ott tárolod, az egészségügyi adataidat Minden. is, és hogyha nem töltöd le mondjuk a különböző egészségügyi alkalmazásokat, mert applikációkban élünk, akkor is ott van a felülbe, hogy milyen gyógyszert vettél be, mikor vásároltad, mikor voltál orvosnál, mit mondott az orvos, stb. 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 Tehát lehet, hogy a közvetlenül kezedben levő gép nem nézi, hogy te most éppen milyen egészségügyi állapotban vagy, de az alapján, ami a felhőben van, az alapján minden tud rólad. Vissza. Vissza a tudáshoz. Tudás hatalom, politikai ideológiák. Az, aki birtokolja a teljes rendszert, az birtokolja az emberek tudatát is. Ezzel egyet tudok érteni. Azért, mert én arra a kérdésre, hogy kinek a, hogy a tudás hatalom, és hogyha igen, akkor ki ez a hatalom, akkor én Egyből azt mondtam volna, hogy az online platformok mögött működő algoritmusok Igen. ki a hatalom valójában, és nem ő, nem ő csak azért, mert olyankor sokszor nem az a, az a lényeg, hogy mi az, amit mondjuk eltilt előlünk egy bármelyik közösségi média felület, hogy én azt nem fogom látni, mert mondjuk cenzúrázták, vagy akár nem, szerintem nem ezek a legfontosabb kérdések ilyenkor, hanem amire Levente is rámutat, hogy mi az, amit viszont a figyelmembe ajánl, és miért ajánlja azt a figyelmemben, figyelmembe. Engem ismer, vagy hatni akar rám, mit akar, miért, miért ezeket ajánlja nekem. Tehát az a fajta tartalom moderálás, ami, ami nem csak arról szól, hogy mondjuk ő letiltanak egy-egy videókat YouTube-ról, vagy más közösségi média felületekről, hanem az, hogy mikkel fog, mi az az információ, amivel én találkozni fogok. Mert miközben arról beszélünk, hogy ugye itt a, a inter, vagy az információ hozzáférésnek ugye a végtelen ő, ő tárházával van dolgunk, valójában nem férünk hozzá minden információhoz, azokat az információkat fogjuk fogyasztani, amiket elén a Google, azért mert jól ő, ő SEO optimizálta, optimalizálták az oldalakat a kulszavakkal, vagy a közösségi média oldalak a saját adataink alapján ajánlanak információkat, tartalmakat a figyelmünkbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a platformok azok, amik valójában hatalommal bírnak, az egy, ő, ő, és annyiban pontosítanék azért a kérdésen, hogy ezekre a rendszerekre, én azt gondolom, hogy téves úgy tekinteni, hogy ez egy valami nagy embernek a kezében van, vagy egy darab cégnek a kezében van. Azért különbséget kell tenni szerintem az olyan ő rendszerek között, amik mondjuk állami kézben vannak, és azok tárolják a mi egészségügyi adatainkat, és miért lenne rosszabb, mint az, hogy kartonpapírra van ráírva a kórházba, szerintem amit ugyanúgy nincs. leéghet, ellophatják, stb. Tehát, hogy azok sem ugyan, tehát azok ott sem védettebbek az adataink szerintem, mint az, hogy egy felhőszolgáltatásban van tárolva, egy amit egyébként az állam... A védettség állam véd. mértéke nem nagyon igen, változott. Igen, 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 igen. Viszont a között különbséget kell tenni, hogy mondjuk ilyen rendszerekről beszélünk, és az ezeket fenntartó személyek ő iránti bizalomról beszélünk, vagy mondjuk a nagy ő tech cégek és a közösségi média oldalak, ahol mondjuk mindenféleképpen gondolnunk kell arra, hogy ők profitálni akarnak ebből, az, hogy átláthatatlan ő, sok tekintetben az a adatok ő, felhasználásának a szabályzata, az, hogy kik azok a harmadik felek, akik megkapják ezeket az adatokat, és mit kezdhetnek velük, az, hogy hogyan működnek pontosan ezek az algoritmusok, ő, ezek, ugyan, ezek olyan olyan kérdések, amik szerintem aggasztóbbak, mint az, hogy az egészségügyi adataimat milyen applikációkban, töltöm föl, mert annak egy része vagy védet, vagy hogyha nem, akkor az meg valahol az én felelősségem is, hogy mondjuk kétes oldalakra feltöltöm az adataimat. Miklós? ami a nagy tech cégekkel, meg a közösségi médiával kapcsolatos fenntartásaidat, illeti az nincs a vita közöttünk, és ne is, is lenne ez bármit hozzátenni, de arra azért nem a figyelmet, hogy ezeket a rendszereket azért meg lehet hekkelni. Jó, meg rossz értelemben is. Gondoljunk csak Steve Bannonra és a Cambridge Analytica ilyen. botrányra, amelyiknek ugye Donald Trump a győzelmét köszönhette jelentős mértékben 2016-ban, amit én a magam része egy örvendetes fejleménynek tartok, viszont ijesztő az, hogy milyen eszközökkel érték el. Tehát ha, ha nem tudtak volna ilyen nagymelyiségű adathoz hozzáférni, félig legálisan, félig illegálisan és szürkezgónásan, akkor nem tudták volna elvégezni azt a célpiaci szegmentációt, aminek alapján tökéletesen be tudták volna célozni az üzeneteiket a választóknak. Tehát ezeket az adatokat el lehet lopni. Lehet, hogy pont a vérnyomás eredményeimet nem tudják, de az összes fogyasztási szokásomat viszont az simán feltérképezik. Méghozzá azért, mert én magam hozzájárultam ezeknek az adatoknak a megadásához. Hát még lopni se kell igazából. És ha, ha egyszer meg tudták csinálni, ha Steve Bannon meg tudta csinálni, akkor más is meg tudja csinálni. Főleg az, akinek mondjuk eleve lehetősége van rá, mert ő az, aki az algoritmus programozza, vagy ő a, a programozónak a megrendelője. Illetve ez fölvet egy másik problémát is. Gondoljunk bele, hogy a közelmúltban volt ugye a világjárvány, hogy annak idején mennyi ilyen hamis tekintély nőtt ki a Földből egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag futóbolondok tudták manipulálni emberek millióinak az életét, az, hogy ki milyen egészségügyi szokásokat vett föl, mivel próbálta gyógyítani magát, milyen alternatív gyógymódokkal kísértezett, és ez emberek tömegének a halálát okozza, és ez igazából földeríthetetlen, mert milyen alapon itt él valaki egy embert azért, mert egy másik embernek a YouTube felvételét, vagy akármilyen közösségi tartalmát fogyasztja, és ő hallgat. Tehát igazából ez egy, itt, itt tényleg az anarchia, szerintem egy eléggé jó kifejezés, amit az előbb használtál. Én semennyire nem tartom ezt túlzónak. De még bedobnék egy másik gondolatot, ami szintén a, a tudásnak a demokratizálását, demokratizálódását támasztja alá. Az egyetemen csináltam egy kutatást, egy fél évvel ezelőtt egy influencer kutatás. Megnéztem több csoportban, hogy a diákok milyen példaképeket választanak maguknak. Először is azt vettem észre, hogy többségükben tagadják, hogy lennének példaképeik. Tagadják azt, hogy influencerekre felnéznének. Tehát, hogyha egyszerűen csak kérdőívezed őket, akkor lepatintják a kérdést. Tehát, hogyha alaposabban belekérdezek, kicsit rafináltabb, hogy ha követnél valakit, akkor kit követnél? Ha valakinek föl kéne dolgozni a munkásságát, vajon akkor kit választanál? Na, akkor kiderül, hogy igenis vannak példaképeik. És a kínaiaknak, kínai diákoknak a mai napig jelentős mértékben maúcettunk a példaképe, tehát a világtörténelem legnagyobb tömeggyilkosa a 20 éves kínai fiataloknak a példaképe, sok esetben. De a legjobban mondat, feldolgozott a Kínában az ő élete, és a leg, legtöbb hazugságot, pontosan fölépített hazugságot csatolták Mao az innentől kezdve nagyon nehéz megkerülni. Ugyanezt próbálták meg Rákosi Mátyással, nála nem sikerült, Sztálin Elvtársnál nagyon hosszú időn keresztül hatott. Igen, ez így van. De egyébként Mao mellé fölzarkoztak a mindenféle ilyen tini zenekaroknak a, a illetve ami számomra egészen megdöbbentő volt, hogy például az európai férfiak azok ilyen testépítőkre néznek föl. A legprimitívebb ilyen kő a akik a nőket semmibe veszik, ők a példaképük. Tehát mi vért izzadhatunk, hogy elmondjuk azt, hogy, hogy férfi-női egyenjogúság, és hogy az emberi méltóság, meg nem tudom micsoda, hogyha van egy valaki, aki magához tudja ragadni sikeresen a figyelmet, és ő mondjuk a nő ellenes attitűdöt tud tömegével közvetíteni a fiatalok számára, akkor mi igazából nem sokat tehetünk. Tehát persze nem vagyok ez ennyire pessimista, de, de reálisan így úgy látom, hogy Egyébként ez a, a külsőség... helyzet... meg, csak eszembe jutott, hogy a külsőségekben oly sokat adó világunkban azért nehezen tudom valóban elképzelni, hogy valaki Stephen Hawkingot választja például a példaképének, miközben tudását tekintve azért mondjuk a néhány lexikonnyi uh, csillagászati adat kijönne belőle, és csak csillagászíti az összes többet, még nem is mondtam. Félelmetes. Ez így van. Viszont ez nyilván arra kell, hogy ösztönözze a, a korunknak a meghatározó művészeit vezető intellektüeljegyét, bocsánat értelmiségét, ezért ne használjon az ember idegen kifejezést, mert nekik is be kell menni ebbe az arénába. Tehát, hogyha azt szeretné egy egyetemi tanár, hogy neki legyen tekintélye, akkor kénytelen lesz üzemeltetni a jövőben, vagy YouTube csatornát, vagy valamilyen más platformon tartalmakat közéteni. Mert egyszerűen ott is el kell érnie a diákjait, ott is el kell érnie a fiatalokat. Ez lehet, hogy, hogy visszatetszést kelt. Lehet, hogy groteszk, vagy lehet, hogy teljesen idegen a habitusától, mondjuk egy egyetemi oktatónak, de azt hiszem, hogy ez. Csak a csinálja, és nagy követő. Én nem az, nem az infotainment mellett kampányolok, tehát nem gondolom, hogy bóckodnia kell egy, egy komoly embernek ahhoz, hogy a gondolatai átmenjenek, de azt például igenis gyakorolni kell, hogy közérthető formában, egyszerű nyelvezettel elmondjuk, a véleményünket és át tudjuk adni a tudásunkat, mert a, a világ ebbe az irányba mozdul, és nekünk ezt le kell követni. Különben elvesztünk. És elkezdted azt, az, amit az utolsó negyed órára mindenképpen szántam, hogy beszéljünk róla, fölmerül a Lenini kérdés, Stadjellagy. Mi a teendő? Mit kell nektek tenni? Hogyan lehettek ti, ebben a körben ülünk, hogyan lehettek ti olyan. Neológi influencerek, amelyek adott esetben azokat a negatív folyamatokat, amelyek jelentkeznek ebben a rendszerben, azokat meg tudjátok fordítani, vagy valamilyen szinten befolyásolni tudjátok. Hát ez egy óriási kérdés. Az, az biztos, hogy hogy a tagadás, vagy a, a mondjuk azt, hogy széllel szembe való küzdelem, az, az önmagában nem, nem, elegendő. Tehát az, az, az nem működik. Tehát a, a látni kell, vagy érezni kell azt, hogy, hogy ezek a trendek, amelyek megjelentek, és megjelentek ugye az oktatásban, meg az információ kezelésben, megosztásban, egyebekben, ezek, ezek erősödni fognak. Az a kérdés, hogy, hogy mi lehet az a az az eszköz, vagy ez a magatartás, hogy ezt korlátozzák. Az Európai Unióban most formálódik, talán el is fogadják a, a, mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozás. Ez például az, hogy, hogy tartsuk kordában, szabályozzuk, ez, ez, lehet egy eszköz. Képes egy választott politikai testület, vagy egy, vagy egy bürokratikus testület, egy bizonyos kiválasztódás alapján létrejött bürokratikus testület ezt befolyásolni? megvan hozzá a képessége, a fel, ez, 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 Ezzel akartam folytatni, hogy, hogy ezt nem tudjuk, hogy, hogy képes-e rá, hiszen ugye eddig is meg annyi olyan kérdést hozott fel a, a digitalizáció, ami, ami korábban nem volt úgy az asztalon. Tehát, hogy mondok egy példát, például a, a Filmeknek, zenéknek a, a megosztása. Ugye ezt le kellett valamilyen módon szabályozni, van is rá szabály, de nem tudták megakadályozni azt, hogy, hogy ha én akarok, akkor közvetlenül hozzá tudjak fel, férni ilyen tartalmakhoz. És más annélkül, jönnek hogy a gazdasági fizessek. problémák, amiről így, Nóra beszélt az így, így van. Um, én, én csak azt, azt látom, vagy azt és ez lehet, hogy ilyen nagyon naívnak tűnik így, így elsőre, de valahol, valahol ott tudnám folytatni, ahol kezdtem. Tehát, hogy a személyes találkozások, a személyes kapcsolatok, az olyan például egyetemen, az olyan tanítási módszer, amelyik valahol kis csoportban történik. Kicsit visszatérünk itt, itt az ókori görög bölcsekhez, hogy, hogy, hogy oly módon tanítjuk a tanítványainkat, hogy, hogy, hogy kevesebbet próbálunk belül, kiválogatjuk őket, Velük együtt dolgozunk, más tekintetben meg azt gondolom, hogy, hogy hát illúziói nincsenek. Tehát a, a tömegeknek valószínűleg teljesen jó lesz az, amit, amit fog kínálni a mainstream. Ez teljesen elég lesz. Kiváló. A deepfake videókat fogunk majd látni, eljutunk odáig, hogy azt mondom, hogy, hogy én szeretnék nézni egy, egy, olyan filmet Buzz Spencer és Terence Hill főszereplésével, amit én még sose láttam, lepél meg, engem mesterséges intelligencia meg fog lepni, jól fog szórakozni, a tömegeknek ez, ez maximálisan elég lesz. De hát itt akkor jön a következő dolog, a teljes elmagányosodás, mert akkor egyetlen egy jó barátod lesz a mesterséges intelligencia. Hát reméljük, hogy nem. Szerintem azért ebben a mester... Vannak erre filmkísérletek már a 80-as évek? Hát vannak, vannak, azok szórakoztató filmek is, de <hül> én azért nem démonizálnám ennyire a technológiát, tehát a szerintem soha nem a technológiával van a gond, hanem azzal, hogy aztán az emberek azt mire használják. <hül> Biztos, hogy ennek is meg lesznek a, a maga árnyoldalai, a mesterséges intelligencia fejlesztéseknek, de szerintem pontosan ugyanennyit hozzá, tudnak majd hozzátenni a, a világhoz, akár azt, hogy bizonyos munkafolyamatokat segítenek majd egyszerűsíteni, könnyíteni, akár tanulási folyamatokat is meg, megkönnyítenek, megkönnyíteni, csak még nem látjuk, hogy mik lesznek ennek a kihívásai, amikre majd ténylegesen tudni kell reagálni. Az pedig, hogy mit lehet, vagy mit kellene tenni, az én mind Kollégához kapcsolódnék ő, ezzel kapcsolatosan. Az egyik, amit Levente is említett, hogy hogy nem, ő, ő, nem biztos, hogy minden esetben meg kell tudnunk találni, vagy nem, nem fogunk tudni olyan megoldást találni minden esetben, hogy tömegekhez jusson el egy adott ő információ. Nem is egy adott információ, hanem a tudás. Tehát ennek azért megvannak a maga korlátjai, és ahogy a tudósoknak, kutatóknak, oktatóknak kellene influencerkedni a, a, a médiával, ebben sok szempontból van igazság, de én nem ő, feltétlenül gondolom, hogy ez lesz ő, a legjobb megoldás erre. Azt el kell tudni fogadni, hogy nem, hogy lesznek álhírek, lesznek áltudományos nézetek, lesznek összeesküvés elméletek, ezek ugyanúgy a kommunikációnak a részei lesznek. Ő, amit tudunk kommunikálni, tudás, meg amit át tudunk adni, tudás, azt, azt át kell tudni adni, és a módszer az, ami, amiben sokat kell tudni fejlődni, akár egy oktatónak, akár egy kutatónak, aki kommunikálni akar, mert itt nem a, nem a tudás birtoklása már a leginkább, vagy a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy hogyan adunk át tudást, illetve mások hogyan tudnak tudáshoz jutni. Az, hogy vannak azok az intézmények, amik arra hivatottak, hogy a tudást átadják, oktatás, közoktatási intézmények, felsőoktatási intézmények, ezek tegyék továbbra is a dolgokat, és a tudomány is tegye továbbra is a dolgát, a tudástermelést. Az, hogy milyen módszerekkel, módszereket kell alkalmaznunk az oktatásban, az egy, az egy óriási kérdés, és nem ma született kérdés ez. Erről már nagyon-nagyon ő viszonylag régóta, tehát szerintem azért legalább tíz éve, 10 éve. Erről a szakirodalom is folyamatosan ír, hogy ebben az információs társadalomban mik lesznek azok az oktatás oktatásmódszertani eszközök, amik ő, ő hatékonyabban segítenek átadni a tudást. A másik fontos kérdés, hogy mi, mi, mi lesz egyáltalán a tudás, tehát hogy ez is mindig változik. Én azt gondolom, hogy mi, 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 mi számít hasznos tudásnak. Ugye erről is folyamatosan beszélünk. Ki beszéljön. mondja meg, hogy mi a tudás? Hogy igen, tehát ki mondja meg, hogy mi a tudás, ki mondja meg, hogy mi az a tudás, amit nekem kutatóként létre kell hoznom, meg kell kutatnom, és mi az a, mi az a tudás, amit nekem megmondanak, hogy egyetemi oktatóként vagy középiskolai oktatóként át kell adni. A gyerekeknek. Tehát, hogy ezek, ezek azért folyamatosan ilyen mozgó, mozgó témák, mozgó kérdések, rugalmasnak kell lenni ebben a, ebben a tekintetben. Én azt gondolom. Na most, ez azért érdekes, amit mondasz Nóra, mert ugye itt van ö, mögöttünk, ö, most már lassan ö, harmadik éve ö, tört ki a, a Covid, és akkor jött ugye az online oktatási rendszer. És most jöttek az első komoly felmérések az online oktatás eredményességéről Európában, és bizony azt láthatjuk, hogy azokban az országokban, ahol korábban a PISA felmérések szövegértésből, matematikai hozzáértésből és minden egyébből kiválóak voltak, ott jelentősen csökkentek ezek a kompetenciák. Tehát az online oktatás az bizony odavert a közoktatásnak. És az a fajta felszabadulás, amit a gyerekek felszabadulásként értek meg, hogy ismét közösségben tanulhatnak, ha megfelelő időben hozták be, például Magyarországon javítottak bizonyos a kompetenciákon. Tehát itt a, a közösség és a, a, a virtuális tudás megszerzés lehetősége közötti feszül, között feszülő különbség azért igen komolyan megvan, de azért én nem engedném el azt a problémát, hogy ki mondja meg, hogy mi a tudás. Mert pont azért, hogy a, az információhoz és adott esetben ezáltal az általunk vélt tudáshoz való hozzájutás erőteljesen demokratizálódott a világháló által. Ezáltal, és én továbbra is fenntartom, köszönöm Miklós, hogy támogatott, de továbbra is fenntartom, hogy ez adott esetben tudás anarhiához vezet. Ez a, ez a, fajta anarhia az, hogy nem fogadjuk el azokat, akik azt mondják, hogy ez a tudás nem hasznos, mert hogy mi az Isten ő önmagunkat mindenki fölé helyezzük, egyre inkább elmagányosodik az ember részben ö, saját maga által ö, kívántan és, és tevékenyen részt véve ebben, ezáltal mi határozunk meg, hogy mi a tudás? Bárki meghatározhatja, hogy számára mi a tudás, mi a fontos tudás, és innentől kezdve bizony ö, a valóban hasznos és valóban releváns tudás helyét ö, az abszolút ö, tudománytalanság velti át csacsiság, butaság, összeesküvés elmélet, stb. 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 erről is írsz. Függetlenül attól, hogy te e, milyen e, tudományos és társadalmi státuszban vagy. És ez az ijesztő ebben igazán. Nem? Nem gondoljátok? Nóra bólogat a két úr mereven néz rám, hisztek vagy nem hisztek ebben az összeesküvés elméletben, hogy most hirtelen fölvászoltam. A, én még a korábbi gondolathoz visszacsatlakoznék, hogy mi a teendő. Én arra számítok, hogy az az intézményrendszer, amit ma mi egyetemnek, meg főiskolának hívunk, azt tovább fogja folytatni ezt a hanyatló változást. Tehát egyre inkább esekélyesedik, egyre, egyre inkább a középszernek fog kedvezni, és romlani fog a színvonala. De. Ez nem akkora tragédia, mint amekorának elsőre tűnik, ugyanis ez egyfajta visszarendeződést is elér. Ugyanis ha, ha az egyetem elinflálódik, akkor szükség lesz mégiscsak valamire, ami a helyébe lép. És én úgy látom, hogy ezek a különböző tehetséggondozó műhelyek, agyröztök és egyebek fognak, fogják elfoglalni azt a helyet, amit eddig az egyetem betöltött. Tehát pontosan az, amit az MCC-ben csináltok, az a megoldás erre, tehát offline tevékenység, embertől emberig, személyes kapcsolatok. Ez, ami át fogja menteni a magas kultúrát a következő generációk számára, és a, a különböző konzervatív agytöröztökben fog zajlani az a szellemi munka ami többé-kevésbé hasonlít ahhoz, mint amit egyetemnek neveztek mondjuk a te fiatal korodban, csak hogy, hogy össze tudjam kapcsolni, hogy egy generáció különbség van köztetek, és ugyanazok a hasonlóságok ki fognak jönni. Ez egyik dolog, amit uh, vizionálok. Aztán majd a gyerekeim megítélnek, hogy volt-e értelme annak, amit most te mondtam, vagy sem. A másik dolog, hogy köszönöm a pontos Nóra, valóban túlzás lenne minden egyetemi oktatóból influencert csinálni, azt hiszem, hogy ez elég nagy képtelenség lenne, de azért szakterületenként egy-néhány jól felépített tekintére mindenképp szükség lesz, és ilyen szempontból én az olyan kezdeményezéseket támogatnám, mint amilyen például az axióma is, amely közérthető stílusban, rövid videókban elmagyaráz bizonyos problémákat. Tehát így azt mondom, hogy ilyen axióma jellegű dolgokból kéne még sokkal többet csinálni. Ezekkel kéne munkat felvérteni. És Ezek terjesztés. A rövid Visszatérünk az ismeret terjesztéshez? Szerintem igen. Ha egyébként Szerintem a, a szocializmusban, meg, meg, általában a második világháború után, nem csak a szocializmusban, általában a, 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 az ismeret terjesztés azért a második világháború után elkezdte azt a fajta demokratizálást, amit maximumra vitt a ha az internet, vagy amit adott esetben most már ö, ö, tematikus csatornákon láthatunk. Csatlakozom hozzátok egyébként, tehát a, amit elmondtatok, azzal, azzal én egyet tudok érteni. Hát valami ilyesmit is mondtam azzal, hogy hogy, hogy a tömegeknek valószínűleg az, amit, amit kínálni fog a rendszer, és hívjuk azt, vagy beszéljünk akár az oktatási rendszerről, vagy beszéljünk akár arról a, a hihetetlen mennyiségű információról és annak a, a megosztási csatornáiról, ami ebben a digitális világban működik és közlekedik. És, és azzal is egyet tudok érteni, hogy, hogy bizonyára ki fognak termelődni, megjelennek az olyan együtt gondolkodó, de személyes kapcsolatokra, kis csoportra építő ilyen, ilyen tudásműhelyek, ahol, ahol zajlik majd egyfajta tudás átadás. Én, én ezt elég valószínűleg tartom, de csatlakozom hozzá, hogy majd, majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy így lesz-e vagy sem. Utolsó egy perc. Mi lenne, ha a tanárok lennének az influencerek? A most nagyon menő TikTok... Aminek korábban Musicali volt a neve, még korábban, még a kezdetekkel egy Sziszádán névre hallgatott ez az alkalmazás, és arról szólt, amiről itt beszéltünk, hogy okos emberek egy adott területen közérthetően magyarázzanak el bizonyos dolgokat, adjanak át tudást. Mi lett az eredménye? Ezzel, tehát ezzel indították el a pályáján, megjelentek rajta az ilyen zenei klippek alá tátogó, táncoló kis videók. És mit látunk most? Fölfedezi magának újra a tudomány, meg az oktatás, hogy de jó ötlet lenne, hogyha elhelyeznénk ott ilyen edutainment videókat. Hát kérem, innen indult, oda jutottunk vissza, de mégse az vitte fel a nagy népszerűséget, aminek kellett volna. Ez a végszó. Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm a véleményeteket. Megoldani nem tudjuk, de gondolkodni mindenképpen kell róla. Köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer önök pedig az Ez itt a kérdést látták. Műsorunkat újra megnézhetik a mediaclickhu és a Youtube-on, valamint meghallgathatják a Spotify-on. Mire elég a klímaharc, az Ez itt a kérdés következő műsorában erre is keressük. Majd a választ én kollégáim nevében is köszönöm a ének tisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!